Sziasztok, Gergő és Dávid vagyunk a Sneakerbox-tól. Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy a Sneakerbox.hu csapaton belül elkezdünk csinálni egy interjúsorozatot, hogy jobban megismerjetek minket, és ki mással kezdenénk, ha nem Gergővel, az alapító szerkesztővel. Tartsatok velünk! Azért kezdünk bele ebbe az interjú sorozatba, mert mi ugye elég gyakran interjúunk meg más embereket, beszélünk termékekről, de hogy általában így a csapattal egy kicsit így rejtve maradnak, és minket Dáviddal azért meg elég jól ismerettek is, hiszen ugye képernyőn vagyunk, szóval ott van nálunk egy egészen nagy csapat, a bloggerek, akik azért alányanak ritkábban hallatnak magukról, hogy ez egy olyan interjú sorozat lesz, hogy Dávid most csinál egy interjút velem, aztán valaki más csinál Dáviddal, aztán azzal, aki meginterjúvolja Dávidot, szintén valaki más csinál egy interjút, és így tovább, és így tovább. Na akkor szerintem kezdjünk is bele az első kérdés, ami bevezető kérdés. Mi az, amit a leggyakrabban megkérdeznek tőled? Hát amit igazából leggyakrabban meg szoktak kérdezni tőlem, hogy ez egy cipő megéri-e, és így a cipő helyére nyugodtan helyettesítsetek be bármilyen modell, de inkább ízit, vagy ilyesmi. Viszont a második leggyakrabbi kérdés, hogy mi a kedvenc cipőm? És mi a kedvenc cipőd? Nincsen konkrét kedvenc cipőm egyébként, elég sok cipőt hordok szívesen, most itt mögöttem van is pár, még mostanában nagyon szívesen hordom a Yeezy 700-as Waverunneremet, vagy a CDG Converse-emet, szeretem ugye a Jordan színálásokat én is, ez a top 3 az egyik kedvencem, de például az edzéseim ez mostanában általában egy Ultra Boost 2019-et hordok. És általában mi az, ami megtetszik egy cipőnél, hogyan fog meg, miért tetszik meg az a cipő? Hát egyébként ez nekem ösztönös, hogy tetszik meg egy cipő. Általában, hogy a formája, a színvilága fog meg. Hogyha a formája valamilyen dinamizmus vagy energiát sugal, akkor az nekem már tetszik. De az is fontos, hogy márkás legyen és menő legyen. Tehát, hogy mondjuk lássam esetleg olyan embereken, akiknek ugye tetszik a stílusa, tetszik a megjelenése. Tehát ez egy olyan elegy, amitől nekem azt mondom, hogy basszus, ez a cipő, ez kell, vagy tetszik. Aztán van még az az eset, amikor valamelyik barátomon látom például. De van például az akronim Prestonnak a története, hogy ezt te megvetted magadnak, és úgy nem ez volt az első eset. A gimnázium óta vannak ilyen cipők, amiket annyit látok egy-egy barátom, hogy azt mondom, hogy basszus, ez megteszik és kell nekem. Úgyhogy azért vettem én is egy akronim Prestot, de nem olyan szín, mint amilyen neked van. Egyébként egyáltalán nem szokott zavarni, hogyha mondjuk abból a cipőből sok van. Tehát nekem egy csomó ilyen alapdarabom is van. Van egy Converse torna cipőm, van Vans Skate High-om, van Nike Air Force 1-esem, a fehér, a magas szárú, tehát tényleg az, ez egyik legátlagosabbnak mondható, mert én általában egy cipőbe szeretek bele a formájába, és nem az árába. Tehát nagyon gyakran az van, hogy lehet, hogy már alacsony a resell ára, vagy már a második drop is megvolt belőle, de engem ez a legkevésbé zavar, hanem inkább az, nekem a cipő tetszik, és nem az ára. Ugye említetted, hogy sokszor azután tetszik meg egy cipő, hogy már látod embereken vagy a barátaidon. Igen. És akkor ez alapján mennyire mész rá az újdonságokra véleményed szerint? Hát én azért nem vagyok egy ilyen stílus innovátor, tehát tényleg nem vagyok az, aki elsőként megy el kempen, vagy elsőként csap le egy új modellre. Sőt, azt kell, hogy nekem azért idő kell, amíg így megemésztem az új sziluetteket. Ilyen volt például a 700-as Waverunner, és ugye sajnos ugye videó van róla, hogy itt ülünk a Marcival meg az Alex-el, és én így, hát hangosan talán nem anyáztam ezeket a cipőket, csak így csóváltam a fenet, hogy úristen, hát hogy lehet ezt a cipőt fölvenni. Mi vannak ezek a színek rajta? Igen, meg úgy néz ki, mintha a kínai üzletnek az alsó polcáról lett volna elvéve, azt hiszem, meg ilyeneket is mondtam, és mégis van, hogy így megemésztem, hogy megszokja a szemem, és akkor egyszer csak átfordul bennem, és azt mondom, nekem ez a cipő kell, és hát például ezzel is ez történt. Ugye elmondtad, hogy mi az, ami tetszik akkor ezek szerint, de mi az, ami kifejezetten nem tetszik? Vannak ilyen állandó dolgok, amik úgy érzem, hogy még később se tudnak megtetszeni. Ez is inkább ilyen ösztönös megérzés, hogy azokat a dolgokat nem szeretem, amik valahogy így fogyatékosabbnak mutatnak, mint ami. Most ezt lehet, hogy nehéz megmagyarázni, srácok, arra gondolok, hogy vannak ilyen, azt mondja, egészséges testarányok, tehát hogy nem tudom, milyen hosszú a lábad, milyen a felső tested, és akkor vannak dolgok, amik ezt így elkezdik így torzítani, meg csavarni, és ilyen fogyatátos leszel tőle. Most például ez a dead shoes trend is azért vette be egy kicsit nehezebben a gyomrom, ugye tényleg nem egy ilyen dinamikus, energikus, ilyen szép forma, ami tényleg energiát sugároz, hanem egy kicsit ilyen esetlenebb, boomfordibb, tehát ennek nekem ugye a non plus ultra, ez a Lesz, tehát tényleg ez a balenciágás történet, hogy fölveszed és egy ilyen sétáló koktélparadicsomot csinál belőled, konkrétan belőled is, mikor ott Milánóban felpróbáltad. Igen, az nagyon vicces volt. Kár, hogy nem fogasztunk meg. Milánóban felpróbáltam egy balenciága Triple S. A
sovány és magas testemre egy 45-ös méretűt is. Most borzasztóan nézett ki. Megvalósult a paradicsom. Megvalósult. És igazából, tehát visszatérve a Triple S-re, amikor valaki fölvesz egy ilyen cipőt, hozzávesz egy hozzá nem illő színű zoknit, mondjuk van egy barna nadrágot, ami bő is, meg körülbelül itt mint 10 centivel a bokája fölött véget ér, azt még megkoronázza egy oversize-ül a melegítővel, és még egy olyan frizurával, mint amit az elmegyünk intézetben, az ápolók vágnak neked szabad idejében. Dexter laboratóriumban. Körülbelül egy jó kis bilivel. Tehát azt mondom, hogy ez olyan stílus, amivel annyira fogyatékossá tesz tulajdonképpen, hogy el nem tudom képzelni, hogy valaki ezt így vonzónak találhatná. Valakinek jó áll, kevés. Kevés olyan ember van, de valakinek van jó áll. Nyilván nekünk nem, de valakinek ez a stílusa igazából. Igen, tehát én így állok ezzel, tehát ezzel, amivel úgy érzem, hogy sose tudnék megbarátkozni ezzel a fajta stílussal. Mm-hmm. Szóval akkor neked inkább ilyen átlagosabbnak mondható ízlésed van? Igen, én ezt büszkén vállalom, hogy az én ízlésem az ilyen hétköznapibbnak nevezhető, tehát így... Hétköznapi sneakerhead? Hétköznapi sneakerhead vagyok. Lehet, hogy annak köszönhető, hogy én ugye lakótelepen nőttem fel, és nem gyerekeskedtem a nagy párizsi divatháza kifutói mellett, vagy ilyesmi. Tehát ugye én tényleg az egész 10 és 20 éves koromat azzal töltöttem, tehát ott voltunk a lakótelepen, bár azért eljártam oda, nem csak ott voltam, de hogy tényleg az a fajta ilyen sportos, sportcipős, melegítő stílus ment ott, ami nekem így máig meghatározza így az öltözködésemet. Ja, most említetted a párizsi divatházakat, akkor lenne is egy olyan kérdésem, hogy mi a véleményed a high fashion és a sneaker kultúra összevonódásáról? Ez egy kicsit megjelenem, amit így nehezebben vesz be a gyomrom igazából, mert tényleg én abban nőttem fel, hogy jó, egy sneaker sose volt olcsó tulajdonképpen, tehát szokták mondani, hogy egy családnak azért általában bele kellett nyúlni a zsebő, hogyha akart venni egy sneaker, de én azt mondom, hogy mindig is így megfizethető volt. Tehát így ott voltak az üzletek, a sportüzletek, bementél, és hogyha mondjuk összespóroltad a karácsonyi, meg a locsolós, meg a szülinapos pénzedet, meg még mellette vállaltál egy kis diákmunkát, akkor tényleg bemehettél, és gyakorlatilag bármilyen cipőt megvásároltál, mert nem volt olyan típusú, amit ugye nem tudtál volna megvenni, és ugye eleve nyilván ez már nem csak a high fashion bevonódása, hanem ez az egész reseller kultúrával megérkezett a sneaker világba, hogy megérkeztek azok a cipők, amik szó szerint az átlagember számára teljességgel megfizethetetlenek lettek, és én ezt egy nagyon rossz trendnek tartom, mert azt látom, hogy tényleg ugye, mint ahogy mi is pörgetjük az Instagramot, ugye nézzük a Facebook csoportokat, és ugye annyira köznapinak tűnnek, hogy az emberek akár ilyen több százezres, vagy akár milliós cipőkben, vagy milliós szettekben flexelnek, és de nagyon... Igazából attól lett milliós, hogy azzá tette a hát mondhatjuk azt, hogy a kultúra, de inkább a kereslet-kínálat kombinációja tette annál, mert valljuk be, hogy igazából ugyanazok a cipők ugyanúgy retail áron mentek, a kollabok is, csak ugye azok elfogytak előbb, szóval ez inkább egy ilyen generált dolog lett. Hogy... Hát igen, de hogy említed ezt a kínálat-keresletet, tehát ugye én azt mondom, egy egészen kicsi és gazdag kisebbségnek a kereslete tette azzá ezt a kultúrát, meg persze ugyanaz, hogy ugye ezeket a cipőket limitált darabszámban adják ki. Tehát igazából olyan keveset adnak egy cipőből, hogy ennek a gazdag kisebbség simán megengedheti magának, hogy tulajdonképpen az összeset így megvegye, ezáltal fölhajtja az árat. És ugye visszatérve egy átlag srác, aki ugyanúgy pörgeti az Instát, benne akar lenni a sneaker kultúrában, szóval azt látja, hogy ezek a cipők szó szerint megfizethetetlenek számára, és én nagyon sokszor ugye nekünk is írtok, hogy hol lehet olcsón venni off-white cipőt meg ilyenek. Tehát látszik, hogy azért... Megérje egy használt off-white. Igen. Tehát, hogy ez igény, azt látom, hogy meg lenne rá, hogy az ilyeneket vegyék a srácok, de azt is eltem képzelni, hogy ez sok emberben iszonyatosan sok csalódottságot és frusztrációt okoz, hogy szeretne egy ilyen cipőt, de egyszerűen szó szerint nem engedheti meg magának. És akkor itt jön a következő kérdés, amit ugye szoktatok tőlünk kérdezni, hogy hol tudnék olcsó replika cipőt venni. Na, erre ugye tőlünk sose fogtok semmiféle tippet kapni, legfeljebb az, hogy ne vegyetek ilyet, srácok. Mert nekem erről az jut eszembe, mint hogyha azt mondanám, hogy látsz egy nagyon szép csajt, és azt mondanád, oké, nem kaphatom meg ezt a csajt, úgyhogy rendelek Kínából egy olcsó guminőt, ami kicsit hasonlít rá, és inkább elviszem azt randizni. Tehát így igazából persze te a csajt akarod, de nem azt kapod meg, hanem valami nagyon szörnyű utánzatot, és én ezt egy nagyon rossz trendnek tartom, és egy kicsit azért is fájlalom, hogy ez az egész resellerség, meg a high fashion beszűrődése ennyire fölvitt az árakat, mert ez szerintem kicsit leértékelte a GR cipőket. Tehát ugye nagyon van az a hamis alternatíva, hogy most vagy megveszem azt a Yeezyt, vagy veszek egy hamis Yeezyt. De tesó, hát ott van még 99 ezer másfajta sneaker sziluett. Miért nem mész fel bármelyik webshopra is, a külföldi akár több száz pár cipős választék közül, azon az áron vehetsz akár három olyant, ami szintén jó minőségű, jó színállás, jó formája van, jó a stílusa,
És van három cipő. Igen, igen, mert én azt vallom, hogy sokkal fontosabb, hogy az outfited jól legyen összerakva, hogy tényleg úgy érez, hogy te egyben vagy, hogy magadat ad, mint hogy hamisat vegye, hát az semmi esetre se. De igazából nem azt gondolom, hogy jó stílusnak ugye az a kulcsa, hogy egy hypebeast karácsony felvállalj, sőt, igazából szerintem biztos, hogy nem az út, hogy jó stílusod legyen, hogy minél drágább dolgokat magadra aggass. Lenne egy igazi sneaker, hát ez méltó utolsó kérdésem. Lássuk. Hogy szerinted lehet valakinek túl sok cipője? Régebben azt mondtam arra, hogy nem, tehát nem lehet túl sok cipőt, mindig vegyél még egyet, meg legyen még egy, de most, hogy az utóbbi egyében kicsit megváltozott ez a hozzáállásom, hogy rájöttem, mondjuk ez nem kellett túl nagy zsenének le, hogy két lábunk van összesen, ugye egy pár cipőt tudunk egyszerre hordani, és megfigyeltem, hogy hiába van nekem is tényleg majdnem 50 vagy 60 pár cipőm, valahogy mindig az lett, hogy azt az 5-6-ot hordom, amit szeretek tényleg, ami ez így emlékeim, meg élményeim kapcsolódnak, és ugye általában mi is ugye szoktunk posztolni az Instánkon azokat az ilyen sneaker wardrobe képeket, amikor gyakorlatilag az összes Jordan 1-es színás katonás sorrendben ott sorakozik egymás, mert az összes Yeezy színás, az összes Off-White cipő, de elgondolkodtam, hogy vajon ezek az emberek tudnak kötődni ezekhez a cipőkhöz, tehát így... Nem valószínű, mert igazából nagy részük ilyen kollektor is ott áll neki a polcon és fel se veszi őket. Igen, és szerintem lehet olyan mennyiségű cipőd, hogy egy pluszt már nem is nagyon tudsz értékelni. Lehet, hogy így vágysz, hogy úristen, még akkor meglegyen ez a színás a kollekcióban, és akkor utána mi történik? Tehát úgyse hordod. Szerintem a cipő a legkifejezőbb ruhadarabunk, amit csak el tudnánk képzelni. Fölvesszük, mikor elmegyünk bulizni, utazni, vagy nyilván, hogyha egyszerűen csak töltjük a napunkat, és szerintem valahogy így ebben éljük meg az élményeinket. Nekem én nagyon sok cipőt azért hordok szívesen, mert olyan emlékek, élmények kötődnek hozzá, amit így a barátokkal éltem át, vagy olyan dolgok voltak, amikre így szívesen emlékszem vissza. Tehát szó szerint így egy kicsit így egyé válsz, vagy kötődsz a cipődhöz. Neked is van ilyen? Hát nekem mindenképp, én régen is azt hittem volna amúgy, hogy sose lehet elég cipője valakinek, de hogy az elmúlt egy-két évben így inkább úgy érzem, hogy mindig van egy aktuális rotationod, amiket szeret, amit te is mondtál, hogy van mindig egy 5-6 pár, amit is szeretsz, és azokat tényleg ilyen jó érzés hordani, mindig tudod, hogy ma ezt venném fel, nyilván közre játszik az is, hogy esni fog az eső, vagy nem, ilyesmi, de nekem is mindig nagyon fontos ez, hogy például, hogyha elutazok valahova, akkor ahhoz milyen cipőt veszek fel, vagy milyen cipőket pakolok el, hogy utána mondjuk egy év múlva visszaemlékszek, hogy amikor ott voltunk, akkor ott milyen cipőben voltam, mert tudok hozzá sztorikat. És az a durva, hogy tényleg bárhová, akár a Dubai utunk, akár a Milánó, az összes utunknál emlékszem, mindegyiknél, sőt még akár napra pontosan. A legelső naptól tudom, hogy amikor elmentük együtt az első sneakernessre Kölnbe, oda milyen cipőket vettem, tudom, hogy ott NDS-eltem a Royal Jordan-emet. Nekem a Cream White volt rajtam, arra én is emlékszem. És pontosan tudom, hogy mikor, melyik cipőket vittem magammal, melyik utazásokra igazából. Úgyhogy tényleg srácok, szerintem ti is inkább találjátok meg azt a cipőt, amit bele tudtok szeretni, és inkább három új színás helyet vegyetek egyet, amit szívesen hordtok. Na, köszi szépen Boraznaki Gergely úr, hogy ilyen őszintén válaszoltál a sneaker kultúrával kapcsolatos kérdéseimre. És nyilván én már szinte mindent tudtam róla, de reméljük, hogy a nézőinknek tudunk pár új információt nyújtani Gergővel kapcsolatban. Én is köszönöm a lehetőséget, és ahogy mondtuk, ez egy interjú sorozat, úgyhogy te leszel a következő. Hamarosan valaki a csapatból keresni fog téged, egy hasonló interjút lefolytasson veled. Ti pedig, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, kommentben pedig mondjátok el, hogyha ti kaptatok volna hasonló kérdéseket, akkor hogyan válaszoltatok volna, mi az, amit szerettek, mi az, amit nem szerettek, mi az, ami tetszik a sneaker kultúra, mi az, ami nem tetszik, esetleg hallottatok olyan kérdést vagy választ, ami meglepett benneteket. Szóval igazából kommenteljetek bármit, ami ezzel az interjúval kapcsolatos. És hogyha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, akkor ezt tegyétek meg most, és kövessetek minket Instán és Facebookon is. Sziasztok! Sziasztok!